Na, szevasztok, drágaságaim! Most kivételesen nem ilyen hülyeségekkel fogom degradálni a jó drága agyatokat, hanem egy igen hasznos témáról szeretnék beszélni, ami hát elég sok embert érint. Bizonyára mindenki tudja azt, hogy, vagyis hát a legtöbb ember tudja azt, hogy mi az a vástaposság. Tehát amikor így teljesen meg van halva az ember, fáj a fejed, rendes rosszul vagy, minden bajod van, meg akarsz dögleni, meg akármi, szédelegsz jobbra-balra, tehát na, szerintem ezt így a legtöbb ember már így megtapasztalta így a kis életében, hát köztük én is. Viszont én olyan rossz helyzetben vagyok, gyerekek, hogy valamikor megiszok egy két sört, azt attól is vástapos vagyok. És akkor nézek, hogy basszus, mi van már, hát ennyire izé nem bírom a dolgokat. Na, és tehát ezzel a videóval én szeretnék nektek segíteni abban, hogy ezt a pusztulatosan gyász érzést, tehát hogy ezzel hogyan segítsünk. Azt hozzáteszem, hogy én hát nagyon sok mindennel megpróbálkoztam már, tehát így az internetnek tényleg már így a legmélyebb bugyraiba is lementem, hogy mindenféle információt szerezzek erről, ilyen-olyan házi praktika, stb. Stb. De megmondom őszintén, hogy eddig egy se vált be nekem. Na most külön közlöm, hogy ez nem okoskodni akarok, meg nem játszani itt az agyamat, hanem elmondani nektek egy olyan módszert, ami nekem tényleg segített. Most azt nem garantálom 100%-ra, hogy mindenkinek ugyanígy segíteni fog, de tényleg, tehát elég piszkosul éreztem magam, és nálam ez bevált. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudok segíteni. Na gyerekek, akkor mondanám, hogy reggel ugye fölkeltek, azt kikecmeregtek, meg akartok pusztulni. Na akkor az első lépés, hát nem túl jó dolog, de ilyenkor muszáj, hogy jobb legyen. Na, csörög a telefonom. Mindjárt visszahívom. Na tehát, az első lépés, hogy fél liter sós vizet meg kell inni. Be kell így adagolni a szervezetbe. Hát kurva szar, viszont fontos. Én egy kb. Egy jó púpozott teáskanállal beleraktam sót, úgyhogy így sós volt, mint az állat. Ő rossz volt, de leküzdöttem. Nem azt mondom, hogy húzóra, hanem így szépen azért így kortyolgassátok el. Na az, ha ez megvan, akkor zsata be a zuhany alá, és akkor egy én azt csináltam, hogy egy ilyen jó langyos vízzel lezuhanyoztam. Egy picit ugye a vége fele már ugye hidegebbre vettem a vizet, hogy felfrissítsen. Akkor jó alaposan fogat kell mosni, mert hát az van azért szájszag. Na és amikor szépen kijöttök a fürdőszobából, akkor szépen lefekszetek, magatok mellé készítetek hát egy ilyen 1-1,5 liter vizet, és akkor azt szépen óvatosan adagolni kell be az arcba, és pihizni egy picit. Na várjatok, megint hívnak, mindjárt visszahívom. Na, és akkor az a lényeg, hogy feküdni kell, és akkor nem akarok nektek hülyeséget mondani, de nálam ez a módszer így 2 óra alatt segített. Tehát tényleg, és kurva szarul éreztem magam, hány inger, émeigés, fejfájás, stb. És jobban lettem. Ja, még annyi, hogy lehet egy, hogyha nagyon szét akar menni a fejetek, akkor lehet bedobni egy ilyen fájdalomcsillapítót, és akkor utána, hogyha már érzed, hogy a gyomrod is megnyugodott, akkor valamilyen könnyed kis kaját betolni az arcba, egy kis húsleves, nagyon jó, vagy zöldségleves, és ennyi. Tehát nálam ez 2 óra alatt bevált, és szerintem így tuti tipp, mert tényleg rajtam eddig semmi se segített. Berúgtam, akkor másnap ilyen izé volt offline állapotok. Úgyhogy ennyi gyerekek, remélem, hogy ezzel tudok másoknak is segíteni. Igazából ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor egy lájkot pöccintsetek rá. Na, pusszantás gyerekek!